Nem az van, hogy csak drágán lehet elektromos autót csinálni. Az van, hogy az európai gyártók csak drágán tudnak elektromos autót csinálni. Oda visszük a technológiát, felépítjük a gyárakat, kínaiak fognak benne dolgozni, ők építik föl, vajon mit fognak csinálni? Lemásolják, és ők fognak autókat csinálni. Tiszteltel köszöntöm Önöket, ez a konkrétan Róna Jégonnal az Index.hu és az a közös podcastja. Autózás lesz a téma, az autózásnak egy speciális világa, ami szerintem egy kulturális vitának a terepe, egy gazdasági háborúnak a terepe, az elektromos autózás. Két szakértő vendéget hívtunk, Horváth Andrást, H. Andrásként is ismerik, és talán úgy többen is tudják az autósok és az autózás szerelmesei, és karottárba Bozsó Gábort, szervusztok, örülök, hogy itt vagytok. Hello. Hello. Én azt mondtam az előbb, hogy ez egy kulturális vita az elektromos autózás, amellett, hogy nyilván van mögötte egy technológiai fejlődés, és nyilván van mögötte egy gazdasági háború, erről meg érdemes lesz nyilván beszélnünk. Például az, ami az Európai Unió és Kína között kezd kibontakozni, az egy klasszikus gazdasági hadviselés. De nézzük egy picit ennek a kulturális vetületét. Vannak, akik eleve tagadják azt, hogy bármi másba beleszabadulni, ülni, mint a hagyományos, a benzines, vagy esetleg a gázolajjal üzemeltetett autó. Van, aki azt mondja, hogy aki ilyet vezet, az nem érti a világot, és nem tudja, hogy milyen környezeti károkat okoz, és hogy merre felé halad a föld bolygó. Ti hol álltok ebben az ügyben? Amellett, hogy tudom, hogy mindketten elkötelezett elektromos autósok vagytok, de ez még nem jelent feltétlenül többet. Azért mondom én, mert nálam ez bonyolultabb. Én ugye nagyon szeretem a belső égést is, és az egész eddigi munkám lényegében arról szólt, hogy annak a templomát építettem mindenféle különböző lehetséges alkalmakkal, tévéműsorokban és írva és mindenhogy. Tehát nem az van, hogy az nagyon vacak, hanem ez egy fantasztikus dolog, amivel az emberiség a tudomány akkori állása szerint egy őrületes utat járt be a kezdetektől napjainkig, és mostanra tudunk egy jobb megoldást, ami egyébként nagyon szignifikánsan jobb megoldás, egy csomó olyan szempontból, ami alapján azoknak is jobb, akik egyébként még nem használják. Tehát ez egy nagyon fontos különbséges, innen is érdemes megnézni, hogy az elektromos autó az nem annak az illetőnek jobb csak, aki jár vele, hanem az összes többinek, aki között jár vele. És a belső égési motoros autó pedig ennek az ellenkezője, hogy nem a szív bele elsősorban csak, aki közlekedik vele, hanem az is, akinek a aki közlekednek keresztül. Úgyhogy ezért komplikáltabb ez az egész annyival csak, hogy ki melyiket szereti jobban. És nyilván a szenvedély az azért izzott föl körülötte nagyon erősen, mert azt érzi egy csomó ember, hogy ez egy olyan átállás most, amit igazából előbb tolnak le az emberek torkán, mielőtt az emberek A. ki tudnák fizetni, B. maguk is úgy éreznék, hogy ezek a dolgok már jobbak. És ráadásul amilyen tapasztalatokat szerezhetnek vele mondjuk 10 évvel ezelőtt, azok alapján jogos is ez az aggodalom, mert a 10 évvel ezelőtt elektromos autók nagyobbik része igazából nem volt annyira jó, hogy abba szívesen átülne valaki, főleg nem az akkori árakon, de veszett sebességgel változik ez az egész. Tehát, hogy nagyon fontos ebben, hogy nem abból kell kiindulnunk, hogy milyenek voltak ezek az autók tíz éve, vagy akár öt éve, és mennyibe kerültek, hanem mostanra ez egy borzalmasan gyorsan változó terület, aminek a vége egyébként az lesz, hogy egy egyébként sokkal tisztában üzemelő, és valójában sokkal olcsóbban gyártható, perspektívájában olcsóbban gyártható technikában fognak majd az emberek. Ez az olcsóság, ez végképpen nem. Te hogy vagy ugyanezzel a kérdéssel? Én minden autót szeretek, szeretem a V8-as ferrari is, meg szeretem az elektromos autót is, és én azt gondolom, hogy mind a kettő más. Ez olyan, mintha azt mondanák, hogy melyik jobb film, melyik Star Wars vagy az Aliens, mind a kettő nagyon jó, csak mind a kettő másért jó. És én így vagyok az autózással is, hogy én megtalálom a szépséget az elektromos autózásban meg megtalálom a V8-asban is, de azt látom, hogy a jövő az inkább az elektromos autózás lesz, mert ahogy Karott elmondta, sok mindenben sokkal-sokkal jobb egyszerűen, így nem kérdés, hogy, hogy e felé kell menni. A benzines autókat már nem tudjuk hova fejleszteni, mert egy százalék kicsi plusz reszelgetésért milliárd eurókat kell beleölni a fejlesztésbe. Az elektromos autók meg szinte évente 10%-kal jobbak és jobbak és egyre jobbak. Én amikor elkezdtem ezt 17-ben, akkor voltak a i3-as BMW-k 30 kWh-s akkumulátorokkal, most 130 kWh-s akkumulátoros autóknál tartunk. Úgyhogy ki tudja, hogy mi lesz a jövő, én biztos vagyok benne, hogy az elektromos. Az a kérdés, hogy mikor. Itt inkább ez a, szerintem a mi nagy kérdés. Hogy Igen, akkor át is tudunk a másik részére a problémáknak, ugye az már a politika és a gazdaság összefonódása, azt mondta az Európai Unió, hogy 2035, és ott befejeztük a belsőgési motorok forgalmazását itt Európában. Erre az autógyárak rögtön azt mondták, hogy nem lesz jó, de az élet most azt bizonyítja, hogy tényleg nem lesz. Ez jó. nem igaz, az autógyárak először azt mondták, hogy, jó ez jó kívüljön. lesz, hogy sőt, csináljuk. Tehát, egy kifejezetten a nagy német autógyárak. A legnagyobb német autógyár is azt Európában. mondta, hogy ez nagyon jó lesz, és csináljuk csak szépen így, mert hogy lehetővé teszi azt, hogy koncentrálják a fejlesztési kiadásaikat és erőfeszítéseiket egyaránt. Tehát, hogyha nem egyszerre kell azzal foglalkozni, hogy farigcsálják tovább az emissziós szabványok kedvéért a dízelt is, meg a benzinest is, megfejlesztjük a hibrid technológiát, a plug-in hibrideket és egyébként a full elektromosokat is, nehogy Isten még egy kicsit a hidrogénnel is foglalkozunk, hanem ehelyett legalább annyit megmond valaki föntről, hogy ezek közül az egyik halmazt azt lehúzzuk, becsukjuk, kész, akkor a maradékra lehet összpontosítani. pontosítani. És aztán a probléma ott volt, és azért változott nagyot az attitűde körül a nagy európai autógyártóknál, hogy két fontos fejlemény másképp alakult. Az egyik az az volt, hogy kiderült, hogy amilyen elektromos autókat ők tudnak gyártani, azok nem kellenek ami egyébként az ő sopánkodásék formájában úgy hangzik, hogy nem veszik az emberek az elektromos autót, de nem így pontos, hanem úgy, hogy nem veszek az emberek azokat az elektromos autókat, amiket mi gyártunk annyi pénzért, amennyiért mi tudjuk gyártani. Tudod, ezt Ez, német, jön, ez nagyon másképpen hangzik a valóságban. De azokat miért nem? Te, uh, te érted azt, hogy miért ezt nem, és mást meg inkább? Uh, persze, hát ha, hogy az ördögben? -e? Csak az, ők nem értik. Az nem? A, azért, azért nem. Amit már egyébként mi mindannyian, már nagyon, sor, mi nagyon régóta beszéltünk erről, és mindig nagyon erősen meg is kaptuk azoktól az olvasóinktól, nézőinktől, akik alapvetően abból indulnak ki egyébként teljesen jogosan, hogy a hülye újságírónak mi köze van ezekhez a dolgokhoz, hát nem mi tervezzük az autókat, nem mi vezetjük az autógyárakat, honnan a francból tudnám, honnan veszük mi a bátorságot, hogy azt mondjuk öt évvel ezelőtt, hogy ez így nem lesz jó, amikor akik értenek hozzá, azok megmondják, hogy ez így jó lesz. És akkor az a helyzet, hogy az ember újra meg újra megpróbálhatja elmondani, azért tudtuk előre, hogy ez ebben a formában nem lesz jó, mert nagyon nehezen feloldható működési nehézségek vannak a nagy európai autógyárakban, eleve borzalmasan ellen érdekeltek ebben a folyamatban. Tehát minden nagy európai autógyár valójában abban a helyzetben találja magát, hogy az összes olyan eladott villanyautó, amit legyártottam és eladok, az valószínűleg az én belső égésű motoros autómat helyettesíti elsősorban, és azon eddig tök sokat kerestem, mert mondjuk 80-100-130 éve tökéletesítem, és építem ki a beszállítói láncot, és ért hozzá minden munkásom, és arra van kiképezve, és blablabla, bla, 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 vannak a gép soraink, azon tudom, hogy mennyit fogok keresni az eladás után, mert vissza fogják hordani fékbetét cserére, meg olajcserére, meg alkatrészeket fogok hozzáadni, és így tovább, és így tovább. Ehelyett az elektromosat magasabb költségszinten gyártom, bizonytalanabb gyártom, fogalmam sincs arról, hogy mi az Isten lesz vele utólag, nem azt mód a márkat, a kereskedői még az is egy másik sztori ebben az egészben, és hogy állandóan arra gondolnak, hogy az egyik lábukkal a másikra lépnek közben, úgyhogy lényegében a saját kitettségüket csökkentendő abban érdekeltek, hogy ez a folyamat viszonylag lassabban menjen. Hogy legyen idő kiépülni egy kicsit jobban az egyiknek, miközben még nem semmisül meg a másik. Na is írtad egyúttal a kínaiak nagy előnyét ehhez képest, hogy ugye autógyárak létesülnek arra, nagyjából előzmény nélkül elektromos autókat gyártsanak, Hát ugye nem csak kínó... kannibalizálják a saját flottájukat. De nem csak kína, ott van a Tesla, és most egy picit az játszódik le az autóiparban, amit én megéltem az Apple-lel. Nekem ugye korábban Apple boltom volt, 2000-ben elkezdtem apple és egészen 2017-ig Apple-lel foglalkoztam, és én végignéztem ugyanezt az Apple tech világába, hogy jött az iPhone, mindenki kiröhögte, meg így nem nagyon akartak utána menni sokáig, a Samsungot, lg meg egy-két gyártót kivéve, Nokia belebukott ebbe a Windows Phone, hol van, sehol nincsen. Ericsson. És Sony Ericsson, lát valaki még ilyet. Tehát, hogy persze megvannak ezek a cégek, de mobiltelefon már nem gyártanak, és a nagy autógyártók is most ugyanezt látom, hogy megy ez a bénázás, hogy ú, azt mondjuk, amit kell mondani, amit hallani akar az EU, meg amit a vevőink akarnak hallani, de lehetőleg ne kelljen pénzt rá költeni meg majd csinálunk valamit, holott ott van a Tesla, aki aki az Apple most tulajdonképpen, és megmutatta, hogy lehet olcsón jó elektromos autót gyártani. Persze nem tökéletes, vannak hibái, egy csomó bajom van a Teslákkal, de most azért az újabbakkal már nagyon-nagyon kevés bajom van nekem is, és hogyha alám tesznek egyet, hogy akkor itt van, mennyi vele, akkor szeretem. Az elsőt idegen... hogy négy keréken járó tabletek. Ezek, ezeken túl vannak ezek az autók? Uh, ezeken a stigmákon? Igen és nem. És, és hogy De mindenekelőtt arra kell reagálni, miért megverik az András az utcán, hogy amikor azt mondja, hogy olcsón, akkor nem arra gondol, hogy kevés pénzért árulják mostanára a Tesla-t az átlag majd. magyar emberhez képest, hanem arra gondol, hogy a költségszint, amin a Tesla elő tud állítani egy elektromos autót, az nagyon alacsony ahhoz képest, amennyiért bárki más tud előállítani egy elektromos autót az általunk nagy európai gyártóként ismertekken kívül. Illetve, hogy azok nem tudják ezt megcsinálni. Nyilván Kína egy tök másik sztori, amire majd esetleg később áttérünk. Ami a gúnyolódást illeti, a tablet, amit csak izé, gurul ilyenek, ezzel nagyon változó félben van a világ, de nem azért, mert a Tesla válik mássá, mint négy keréken guruló tableté, hanem azért, mert minden, a minden a egyes autó, és hogy azok az emberek, akik siratják, hogy a régi autóknak még karaktere volt, meg hogy milyen jó volt velük menni, meg ilyenek. Ez egy olyan típusú nosztalgia, ami egy olyan állapotára vonatkozik a világnak, ami egyébként az autózástól viszonylag függetlenül, már mint a hajtásmódtól viszonylag függetlenül eltűnt. Tehát például, amikor én elkezdtem annak idején a totálkárt csinálni, ami ide, idén lesz, vagy jövőre lesz 25 éve, akkor 1,8 millió autó volt Magyarországon. Most 4,2 van. És ennek a 4,2 millió autónak, amik ráadásul darabonként többet is mennek, mint akkor, ezeknek kéne elférniük ugyanazokon az utakon. Ami nyilván eleve lehetetlen. Nagyon hasonló a tendencia a világ legtöbb fejlett területén, hogy az autózás élvezhetetlenné válása az nagyon nagy részben teljesen független attól, hogy mivel hajtjuk az autót, abban az értelemben nem, hogy nyilván 4,2 millió autó sokkal nyomasztóbb a sűrűn lakott környezet számára, mint amikor fele ennyi se volt, és nyilván büdösebb, és több minden jön belőle, és blablabla, bla, bla. amitől az egész még egy kicsit súlyosabb. És az autógyártók, hát szegények ezt, ezt azt csinálják, amit muszáj nekik, tehát próbálják szorítani lefelé az emissziós normákat. Fontos zárójel, hogy mindannyian tudjuk, hogy ezeket az emissziós normákat, ezeket azért döntően és elsősorban a laboratóriumok kedvéért Semmi Tehát, hogy ez az egész nagy balhéja körül, hogy az elektrifikációban mi lesz, az onnan indult, hogy először megbukott vele a Volkswagen, majd az összes többi autógyártó, hogy valójában egy nagy útballon volt az, hogy milyen tisztára meg tudjuk csinálni a belső égést. Hát hogy az ördögben ezt tudnánk megcsinálni a belső égés, nagyon tisztára, laborban, meg mérőpadon, stabil körülmények között? Oda az utcán, hát az meg már kit érdekel, ott ugye nem, ott nem mérünk, meg. Persze. Ja, és ez, ez ennek a, az egyik igen nagy rákfeléje, hogy igazából a valóságban nem jó a belső égés igazán, főleg nem abban a mennyiségben, amiben az életünknek része mostanra az autózás. És akkor, hogy a számítógépekre is visszatérjünk, az is kiderült, hogy az embereknek igenis tökre igényük van arra, hogy az autójuk az nagyon sok részben legyen számítógép, tehát húzzák miatta a szájukat akkor, amikor alapvetően nem szeretik azt az autót, amiben van, de amikor meg kiderül, hogy valójában már minden autóban tud lenni, akkor egy részét gyűlölik ezeknek a dolgoknak továbbra is, mert hiányzik neki a gomb meg ilyenek, de ha megszokja, meg a fontos gombok azok mégis rendelkezésre állnak, akkor egyébként egy csomó mindennek megörül. Milyen rohadt jó, hogy megmondom, hogy Hanoverbe szeretnék elutazni, megtervezi az autó az utat Hanoverig, nem kell törődnöm semmivel. Milyen szuper, milyen szuper, hogy amit a telefonomon szoktam csinálni, ezt az autóban is meg tudom csinálni. Milyen, ezek mind nagyon klassz dolgok, amiket mostanra az emberek döntően elkezdenek elvárni azoktól az autóiktól, amiket egyébként több minden Az miért. autóink leképezik azt az életformát, hogy elkezdtünk élni, tehát a, a, a mobiltelefont, akkor, amikor Ericsson volt és Nokia volt a két menő márka, akkor letettük az asztalra, és ha valaki írt egy sms egy nap egyszer, akkor oda mentünk, hogy mi van most mobiltelefonnal közlekednek az emberek. Nyilván annak a megnagyobbított része a kijelző az autóban. Tehát valójában csak az folytatja, És ha az nem, az, ülve, akkor meg amit egyébként is. Hogy csinál. legyen az? Igen, de és annyira igazad van ebben, hogy. Az autó kijelzőjével kapcsolatos legjellemzőbb panasz az pont az, hogy nem jelenti meg, nem tudja azt, amit a telefonom, nehogy már megveszem 20 millió forintért ezt a szart, vagy 30-ért, vagy nem tudom, 40 ér, és nem tudja, mit a hát, telefonom könyörű, Ebben valahol igaza van. Tehát, hogyha igazan 30 millió kifizet van. egy autóra, hadd mondja meg, hogy mit akar látni. Igen, és teljesen igaza van, és annyira látszik, hogy valójában igénye van erre, hogy ugye a, az autógyártók jobb hiánakba az irányba menekültek bele, hogy effektíve letükrözik a telefont. Tehát ugye az Apple-nek és a Google-féle android az lett a vész megoldása az autógyártók számára, hogy megengedik, hogy rátükröződjön egy az egyben lényegében a telefon az autónak a felézeti rendszerére, mert igazából miközben az emberek a szájukkal azt mondják, hogy milyen felháborító, hogy ez már csak egy számítógép négy keréken, a valóságban az van, hogy mindent elvár azt akarja, hogy a telefonja legyen a számítógép, és mindent tudjon rajta csinálni. Hát de, hát de, bocs... Bocsáss meg, de te hoztad szóba a Teslát. Pont Akkor... ezt akartam mondani, hogy a Na Tesla mondjuk. ezt megcsinálta jól. Tehát, hogy ugye, Ez, azt tehát látjuk, ők hogy az igen, ebben ezt lehet ők mondani? ezt megcsináltak, és szerintem az egy kezünkön meg tudnánk számolni, hogy az eltelt, hát most már nem tudom, sok évben a Tesla úta, aki megmutatta, hogy így kell kinézni egy jó autósok rendszernek, mert most a kárpét meg ilyeneket tegyük félre, mert azok tulajdonképpen csak ilyen tükrözése a telefonnak, de hogy a Tesla óta várom, hogy a többi gyártó ezt így lemásolja és utolérje, és hiába vett fel a Volkswagen 3000 programozót, mondták, hogy András, ezt fölveszünk 3000 programozót, hidd, de nagyon jövőre nagyon jó lesz, mondjuk jön. És mondtam nekik, hogy de nem 3000 programozót kéne fölvenni, csak három jót, aki megmondja, hogy ez így rossz, ez meg így nem rossz, és a, tényleg a mai napig szerintem 3-4-5 autó van, ami be jó oprendszer van, Google alapú oprendszerekről beszélek, Megán, ilyesmi, Volvo-ban volt még jó, de, de most is a Renault Ödömet vezettünk. Tök jó a, a szoftver, csak mivel csíkkielzőt raktak bele, ezért nem sok mindent lehet vele kezdeni. Most, ami Opel nálam van, például hát 10 10 incs, lassú, ilyen ez nem használható jól. És a Tesla, meg igen, ahogy annó az Apple megmutatta, hogy így kell egy telefon, az csinálni. Szomorító. Ugye ti autós szakújságírók, youtuberek, szakemberek vagytok. És voltak éppen oprendszerekről is, és Windowsokról, és iPhone-okról, és hasonlókról beszélgetünk, kijelzőkről beszélgetünk nem az autózás, nem a, a lengés csillapításról Beszéltük beszélgetünk. Is azért van az én, is. Persze, ért, én értem, de nem ez dönti ma már el, hogy jónak minősítünk egy autót, vagy nem, hogy a használat értékét milyennek minősítjük, hanem az, hogy hány a tablet benne, és hogy mit lehet rátenni. Igen, de ez nem miattunk van. nem nektek szólt a szemrehányás, hanem ez megint a világváltozása. Én szeretem a lengéscsillapítást csillapítás témakörét. Örül, jó volt, igen, jó menni volt menni vele. Na, változás. ugye? A, a szoftver érdekelt a legkevésbé. Tehát autót vezetni mégiscsak akkor jó, hogyha az autó, Persze. mint autó rendben van. Igen, ebben 100%-ig igazad van, csak nagyon fontos, hogy ezt teljesen lehasíthatjuk az elektrifikáció témaköréről. Tehát az, hogy a modern autók egyébként steril, nagyon egymáshoz nagyon hasonló nagyon kevés élményt adó, nagyon kevés módon inspirálnak téged arra, hogy a vezetéssel foglalkoz egyáltalán, az nem az elektrifikációtól lett, hanem attól lett, hogy az autógyárak elkezdték azt kiszolgálni, amit a vevők igazából szeretnének, nem feltétlenül azt, amit az autózást legjobban szerető emberek mondanak. Tehát nyilván, hogyha megkérdezel egy uh, egy fórum hozzászólót régről, vagy egy YouTube kommentelőt, aki nagyon szereti az autókat, hogy ő miket szeret egy autóban, akkor csupa ilyesmit fog mondani, hogy a gázreakciót, a hangot, az elevenséget, Úgy, tartás, a, a direkt, beszé, igen, beszé. igen, azt, hogy vannak-e visszajelzések a kormány, meg nem tudom mi, na de nem ők vásárolják meg igazából az autókat, hanem ők vásárolják meg az autók, nem tudom, egy és akkor a maradékot meg azok az illetők veszik meg, akik azt szeretnék, hogyha az autó például csöndes lenne, meg így jó lehetőség szerint így különösebben ne rázon, főleg ne romoljon el. Meg nagy legyen. Nagy legyen, jó, nagy működjenek legyen. benne ezt a dolgok. Egy vigyázzon rám, mert ugye félnek a vezetéstől nagyon sokan. És ezt aztán a vége sem. az, hogy azt látjuk, hogy tele van a Magyar Közút Facebookja, meg az Instagramja. Napról napra kitermel egészen hihetetlen jeleneteket ezt emberekről, ezt akik... Né, hosszú, már 8-10 másodpercen keresztül látod a videón, hogy megy, és neki fog menni, és mondod magad, hogy nézd már föl, nézd már föl, nem menj neki, hát villog előtted, rohadt nagy, és neki megy, mert 8-10 másodpercen keresztül valami tök mást csinált, mint az autó. ezért az autóban, ami nem az. Igen, mert ezt kapjuk a cserébe. Tehát, ha elveszük az ingereket, nem kell figyelni az autóra, nem kell érteni hozzá, nem kell tudni vezetni, nem kell kinézni az ablakán, csak különösebben, mert rövid idő alatt nem történik nagy baj, ha valami van. Meg az, úgy az is agy fékez magától. De, úgy is fékez magától, meg ilyenek, és az agy az megoldja, hogy az az ingert megkeresi magának. És ha az autóból nem jön, akkor keres magának a telefonról, vagy valahonnan máshonnan. És ez, ez egy rohadt nyomasztó dolog, és nyilván az a vége, hogy majd akkor nem is fogunk vezetni egyáltalán. De akkor erről nem az autójárak tehetnek erről, mi tehetünk, mert hogy ilyen igényeink vannak. Ilyen igényeket támasztott felénk a technológiai fejlődés, a világ változása. Tehát ebben növünk fel, hogy minden villog, mindenhol történik valami, hát nem a szélvédőn akarok kinézni, amikor a telefonomon is történik éppen valami. Ez hát, ennyi. Mi volt előbb a tyúk, vagy a tűnás? Hát igen. Ez mindig nehéz hát, kérdés. Igen, bár ebben az esetben talán meg lehet mondani, hogy a mi igényeink változtak hát, meg ennyire. Igen, hogy... De ettől óhatatlanul egyformának kell lenniük az autóknak. Hogyha megnézem a legtöbb elektromos autót, azt arról lehet felismerni, hogy ez egy elektromos a rendszámán túl, hogy az zöld, hogy úgy néz ki, mint egy karácsonyfa. Tehát este csillog, villog, itt egy kis lámpa, ott egy kis futófény. Tehát gyakorlatilag úgy néz ki, mint a cirkuszba hivogatna valami hangos bemondó. Ez Pedig azért, csak egy autó. Ez azért van, mert hogyha te vagy az autógyár, és tudod, hogy az olyan autókat, amiket eddig szoktál eladni, azokat 100 forintért tudod eladni. Az elektromos autón, ha 100 forintért adod el, akkor nagyon sok pénzt buksz. Ezért jobban szeretnéd 130 forintért eladni, de az valahogy két meg kéne magyarázni Aha. a vevőnek, hogy mit kap a 30 forintjáért. Egy kis és mood light. Ilyeneket, azt, azt, azt lehet neki mondani. <gül> 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 és akkor jönnek ezek a dolgok, hogy világítson mindenhol valami, mert akkor így azt lehet mondani, hogy ezt látod, ez, ez a light signature, ahogy angolul hívják, hogy most, ilyen. Most vettem és hogy világít? Igen, igen, igen. hogy ezen de és összefüggő csíkok vannak fényből, az, azért megérte fizetni. Na, de hát ez a bohózkodás valójában, marketing. Persze, persze, de nem is fogynak ezek az autók. Tehát amiket így próbálnak eladni, például a német gyártók, azokat nem is nagyon vásárolják. Na és akkor itt kagyarodjunk is vissza ahhoz, amit elkezdték arra mondani az előbb, hogy a német gyártók, az európai gyártók nagy része nem nagyon értette meg, az elektromos autózás mit igényel. Mert hogy másfajta autót igényelne, másfajta gondolkodást igényelne, mint a hagyományos autógyártás? Igen, de ennél rosszabb a helyzet, mert nem csak az a baj, hogy másfajta gondolkodást igényel, hanem az, az is baj, hogy konkrétan más alkatrészekből van. És ugye a mai autógyártás az jelentős részben arról szól, hogy a... A beszállítói hálózat fejleszti az alkatrészeket, illetve a technológiákat elég nagy részben, fontos inputokkal az autógyárak részéről, és az autógyárak azok egy nagyon magas színvonalú integrátori, meg tesztelői munkát, meg marketing munkát végeznek, ahogy ezek a rendszerek aztán összeállnak. De ezek a láncok nagyon mélyre nyúlnak, nagyon messzire. És amikor egy tök másik hajtásmódra kell átállni, és hirtelen tök máshonnan kell teljesen más dolgokat megvásárolni, ahhoz, hogy ez az egész összeálljon, az egy viszonylag nehézkes folyamat és nagyon másmilyen, tehát máshogy berendezett gyárak kellenek hozzá, másmilyen gyártósorok, másmilyen robotok, ugyanazok a robotok, de máshogy és más csináló módon, sok esetben más emberek, akik ezeket kezelik, és akik ezért érteni tudnak, amik mind olyan változtatások, amik azzal járnak, hogy vagy ki akarod ezt építeni, ezt az egész képességhalmazt, amellett, amit eddig csináltál, az nagyon sok pénzbe kerül, és nyilván a kihasználtsága egy darabig elég rossz, de ahogy elkezd javulni a kihasználtsága, azzal párhuzamosan elkezd romlani a másik oldal kihasználtsága, tehát a belső égéshez értő emberek és gépsorok kihasználtsága. És ez azt jelenti, hogy ahhoz, hogy te életben maradj, ahhoz, ahogy az egyik irányban növeled a költségeidet, úgy a másik oldalon csökkenteni kéne a költségeidet, hogy kb. megmaradjon a szinted. Ezt nagyon nehéz megcsinálni, és eleve extrém nehéz megcsinálni Európában, ahol lényegében nem lehet kirúni embert. Tehát az van, hogy az európai dolgozóknak azt mondani, tízezer szám, százezer szám, hogy ne haragudj Tibi bácsi, tudjuk, hogy te voltál a legmegbecsültebb esztergályos itt a vezérműtengely esztergáló osztályon, de sajnos az a helyzet, hogy a jövő autóiban nincs szükség vezérműtengelyre, úgyhogy együtt fogunk sírni a korai nyugdíjazásod alkalmával, de kérjük, fogadd el tőlünk cserébe ezt a néhány tízezer eurót, és most menj haza. Ezek a Németországban ugye volt egy, egy megállapodás a kormány és az autógyárak Igen. között, a FAV az, amelyik ebben a legelőremutatóbb volt, amit most megpróbálnak felrúgni. Ráadásul a FAV extrém módon szerencsétlen helyzetben van, hiszen a fav nek a tulajdonosi struktúrája is olyan, hogy a szakszervezet és a, a, az állami is tulajdonos, illetve a tartomány. Tehát még csak az sincs, hogy azt mondaná, hogy ő ezt így meg tudja lépni, és lesz, ami lesz, és nagy balhék lesznek, és tüntetések, és nem ki tudja mi, de át tudja nyomni, mert igazából nem tudja átnyomni, hanem szerencsétlenek inkább csak szívnak vele, meg próbálják valahogy kerülgetni. Miközben az látszik, hogy az összes ilyen nagy felfordulás alatt, mint amikor valami úgy borul fel, ahogy most az autóipar, ott azok a szereplők maradtak életben, akik vagy vadonatújonnal érkeztek, és nem volt felesleges ballasztjuk, mint amilyen mondjuk a Tesla, vagy most a kínai autógyártók, akiknek nem kell elküldeni a Tibi bácsikat az gép mellől, meg eladni az esztergegépet. Hát újhoz kerestek embert? Mert ember. eleve úgy hát csinálták persze. az egészet, így van. Vagy azok, akik rettenetesen keményen és kegyetlenül beleálltak a régiek közül abba, hogy akkor egy nagyon éles váltással, súlyos válságmenedzselésen keresztül, de valahogy átalakítják magukat, és ez az európai gyomron nem nagyon verhető keresztül, ezért van az, hogy az összes olyan márka, amit emlegettünk mondjuk a telefonos átállásból, az mind olyan volt, hogy egy európai márka volt, és mi nem tudtuk megcsinálni. Tehát a Samsung például most is van és telefonokat ad el, de nem európai. A kínai mobiltelefonmárkákat márkákat hosszan sorolhatnánk, ahol szintén ez megoldódott, az Ericsson nem tudta megcsinálni a Nokia, nem tudta megcsinálni de a ugye van egy precedens az autóiparban már, hogy máshova kerül a súlypont, vagy legalábbis megjelenik egy olyan kihívó, a korábbiak számára, amit először lenézünk és kiröhögünk, aztán kiderül, hogy nincs már rajta mit lenézni, és egyáltalán nincs sok ok nevetni, és a japánok, amikor megjelentek az autógyártásban, akkor hát ugye ők voltak azok, akik kínosak voltak az európai és az amerikai piacon, hogy miért egy japán autóban a nehülyéskegy már. És most a kínaiak pontosan ugyanezen az úton mennek végig, hogy hogy kerül egy kínai autó a magyar utakra például, aztán kiderül, hogy ez a kínai autó ezt tud gurulni. Tehát ennek kevesebb baja van, mint gondoljuk. Igen, ami még szerintem Európában probléma az autógyártóknál, és egy csomó nagy cégnél láttam már, hogy mindig az adott év számít, és egyszerűen így a bónuszaikat úgy kapják, az excelek úgy vannak kitalálva, nincs az, amit mondjuk egy Elon Musk azt mondhatja, hogy oké, okay, így a nulláról kezdjük, ez a következő tíz évre a tervem, aztán vagy összejön, vagy nem, nem jött össze egyébként, amiket mondott, nyilván lehet, hogy az, amit akart, az összejött már, de a tőzsdén összejött. A nagy mondások általában a tőzsdén meg, meg egyébként most már majdnem két millió autót elad évente, de <coughs> ezt az majdnem annyi, mint egy BMW például, tehát hogy tíz év alatt. De ugye a német gyártóknál, meg a multiknál mindig ez a probléma, hogy nincs egy, nincs egy vizionárus, vizionárus látnok, mint egy Steve Jobs volt annó, aki azt mondja, hogy ez az út, ezt kell csinálni, és mindegy, hogy ki mit mond. Akkor is ezt fogjuk csinálni, plusz még nem is tehetik meg, hogy akkor oké, okay, csináljuk ezt, és akkor kirúgunk, nem tudom tízzer ember, mert azt se teheti meg, tehát ez egy ilyen kicsit 22 csapdája, nem kapja ezért a fizetését felki. Ez igen, a kulcs. Igen. Tehát hogy az van, hogy a, azt, azt tanította nekünk a kapitalizmus, hogy azt kapod, amire optimalizálsz. És amire ezek a nagy autógyárak optimalizálnak, az az, amit a menedzsmentjük elvár. A menedzsmentjük azt várja el, amit a menedzsmenttől a menedzsment munkáltatója, amik ugye a részvényesek egészen mondjuk, hogy a közgyűlés testesíti meg őket elsősorban, és tőlük azt várják el, hogy a részvény árfolyam az lehetőség szerint emelkedjen, hogy tudjanak osztalékot fizetni, hogyha ez egy ilyen természetű dolog. Ezekhez mind az kell, hogy az adott pénzügyi év legyen nyereséges. És egy ilyen jellegű átállásban, mint amiben most vagyunk, semmi másról sincs szó, csak hogy fel kell áldozni az adott pénzügyi év nyereségét annak az érdekében, hogy létezzen a vállalat 5-10 év múlva. Hát De ezért igazából senki nem kapja a fizetését. <laughs> Úgyhogy így aztán az történik, ezt ugye élőben tökéletesen végig lehetett nézni az elmúlt mondjuk két évben a, a Stellantis néven ismert meg a konglomerátumon, amit ugye európai autógyártónak tekintünk, bár a pénzét azt lényegében kizárólag Amerikában kereste a. a nagy pikápok -ok eladásából, a Rámen márkáján keresztül főleg. De ugye mi úgy ismerjük, hogy oda tartozik a, a, a Peugeot, a Citroën, a Opel, az Opel, ugye nagyok közül, DS és itt tovább, és itt több. És hogy ott az történt, hogy Carlos Tavares egyesítette, amikor a PSA csoport megalakult, egyesítette, mondjuk integrálta az Opelt bele, iszonyatos költségvágásokat tudtak végrehajtani, mert összeolvadt a két cég, és úgy lehet, tehát olyankor szabad, amikor az van, hogy nem az Opeltől rúgjuk ki új az az embereket, hanem ezt a nagy egészet hozzuk létre, és fantasztikusak voltak a számok egy darabig, tök jól ment annyira jól ment, hogy vissza tudtak vásárolni például a részvényeket. A piacról nagy osztalékot fizettek, Carlos Tavares fizetése a legmagasabb volt az autóiparban tavaly és tavaly előtt. Senki nem keresett annyi pénzt, mint ő, Úgy, ezek mind nyilvános adatok, hiszen ennyi értékről beszélünk. Majd egyszer csak kiderült, hogy derülték be a villámcsapás két hete, hogy ki akarják rúgni, és összeomlott minden, mert kiderült, hogy valójában nem is fogynak az autók, amit egyébként mindenki tudott, hogy valójában nem folytak rendesen jól az autók, hanem a Covid alatt leürült Készleteket visszatöltötték, tehát a dílereknek meg kellett venniük az autót a gyárból. Ezért úgy nézett ki, mintha az eladások jól lennének, de a dílerek maguk nem tudták megadni azokat az autókat, mert az, az emberek Excelben nem akarták megvenni. Volt. Az Excelben jó volt, és a Csávó, aki ünnepelt autóipari menedzser volt, hatalmas, költségvágó isten és fantasztikus. És egyik pillanatra a másikra arról van szó, hogy már keresik az utódját. Hogy annyira ki van tűzve a vérdi a fejére, hogy effektíve megmondták, Jó hogy kell az nézni. Útodat. Ugye az ő Excel -e rendben volt a dilerek nem volt Igen. És uh -huh. ő ugye a maga mit tudom én, 70 millió eurójával, amit az elmúlt pár évben megkeresett, most akkor majd elmegy valahova nyugdíjba. Na de ott rohadnak az autók, már pedig. Ugye eladatlan autók állnak hegyekben, különböző helyeken Európában, szinte a legtöbb kereskedésben. Akkor ezek miért ilyen drágák? De jó de miért, nem, miért nem sikerül azt a gondolatot elültetni a menedzsment fejében, hogy egy kicsit olcsóban ad nem lehet, hogy többet eladni? Szerintem ez fog történni, hogyha nem tolják le a gatyájukat, hogyha nem másolják le a Tesla-nak a nagyon hatékony és nagyon olcsó gyártását. Pont, ha már Stellantis, és most pont egy opel jöttem, egy 20 millió forintos Opel Astra-val. Astra. Mondjuk Opel Astra 20 millió forintért. Elektromos, akkor aksival, mint a Renault 5-ös, tehát hogy még csak nem is az, hogy lenyomja a Tesla-t, vagy bármi. Tehát vagy nem lesz Opel, pár év múlva simán ezt is el tudom képzelni, vagy letolják a gatyát, és elkezdenek olcsón jó autókat gyártani. Én nem látok más, mert nem lehet más plusz. Ugye most már muszáj rátérni a kínaiakra, azért csak jön Kína, és akik pont meglépték azokat, amiket most itt az európai gyártók nem tudnak, hogy a nullából, ahogy a Tesla is, oké, okay, akkor elektromos autó, benzineshez nem értünk, de az elektromos van, van akkumulátoruk, van nyersanyaguk, van minden, van, megvannak a gyárak, egy év alatt felhúznak egy egy Tesla szintű gyárat, az Európában két és fél év, ha csalnak. A papírmunka. papírmunka. És utána Igen. az építkezés és még az elkezdődik. És, és, és ö, én még nem látom azt, hogy Kína itt elárasztaná dömpingszerűen az autóival a piacot, mert szerintem egyrészt még nem annyira jók és nem annyira olcsók. Tehát, hogyha megnézzünk egy BYD szílt, meg egy Teslát, akkor a Tesla most olcsóbb, mint a kínai szil, és Amerikában azt mondták, hogy ide nem jönnek kínai, autók, sok adót vetettek ki a kínai autókra. Most Európában is ezen gondolkoznak, amit most nem tudjuk, hogy mi van vele, de novemberre ki fog derülni. Hát itt most háború van a jeleség. gonyakos hát például már nem igen. nagyon lehet vinni Kínában, mert nem lesz <laughs> érdemes. Ezt igen. a kínaiak Meg malackákat éteve. és most, belőlük készült dolgokat ugye, és de a legfontosabb hat, nagy köpcent is. Valamit ehhez hadd tegyek hozzá, hogy az, hogy Kínában viszont a kínai autókat veszik, és a kínai m. elektromos autókat veszik, az van akkor a pofáncsapás igen. az európai gyártóknak Mintha Európában is itt lenne a kínai. Menő lett a kínai ja. autó, és a kínaiak veszik is. Nagyon. és nem vesznek volkswagen meg mercedes meg BMW-t. Igen, és ebben az egészben a világ számára érdekes, releváns tapasztalat az az, hogy a, a működő piacgazdaság az akkor is egy fantasztikusan hatékony dolog, hogyha a működő piacgazdaságot történetesen lényegében erős beavatkozásokon keresztül vezérli egy kommunista párt. De, hát igen, az de a központi működik. vezérlés alatt működik, egy egyébként nagyon kegyetlen, nagyon sok szempontból az Európainál sokkal kegyetlenebb és sokkal kapitalistább versengés van, például pont ezen a területen, tehát sokkal több autógyár van Kínában, mint Európában. Egyért teljesen egyértelműen a, bele, tehát a a Kínai Kommunista Pártnak a gazdasági programja tartalmazza azt, amikor elkészítik ezeket a következő öt éves terveket. Hogy és most a konszolidáció időszak következik, tehát engedik csődbe menni ezeknek az autógyáraknak egy jelentős részét, vásárolják fel a rendes ilyen torokátvágos kapitalizmus elvei szerint az életképesek vásárolják fel a nem életképeseket. Használják a gépsoraikat, a termelési eszközeiket, mindenfélejüket. Az a feladat, hogy termeljen ki Kína, ami egy kontinensnyi ország, kb. annyi életképes autógyárat, amennyit mondjuk egy európai vagy amerikai kontinens létre tudott hozni a maga 130 év alatt, amióta nálunk ezek a dolgok történnek. És az aztán megállja a helyét a, a nemzetközi versenyben is. És ehhez van egy akkor a belső piacuk, ami ezeket el is tudja tartani a felnövekedés időszakában. De attól vannak jó autóik, és azért van az, amit mondasz, ami tényleg így van, hogy a kínaiaknál abszolút sík lett sok pénzt költeni kínai autóra, mert a kínai autók annyira gyorsan fejlődnek, hogy nem csak az van, hogy sok szempont, az elektromosak azok nagyon-nagyon sok szempontból jobbak mostanra, de egy-két éves modellciklusaik vannak. Tehát miközben az európai gyártók nagyon kényelmesen beleültek abba, meg az amerikaiak, meg aztán pláne, hogy igazából van-e, van, -e, van -e, hogy akár egy évtizeden túl is lehetett nyújtani azt, hogy kb. ugyanazt a terméket lehet adni a Igen. Egy, megváltoztatjuk egy, a moszkot díj, így, 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 ott, ott, ez most nagyon vastagon nem fér bele, és pont azokat a komponenseket, amik egyébként a leglényegesebbek a kínai felhasználó számára, vagyis az akkumulátort, annak a méretében, meg a tölthetőségével, a, Fedélzeti elektronikát annak az autónak a mindenféle képességeivel, az autónom vezetési képességektől kezdve a különböző ilyen szórakoztató elektronikai funkciókig, ezeket fejlesztik drámai sebességgel, és haigálják és rakják bele mindig a legújabbat, és az európaiak szegények meg nem, nem tudnak ezzel igazából mit csinálni, az látszik, hanem reménykedtek abban, hogy így apránként fölfelé lehet majd szalámizódni, hogy az alját a kínálatnak azt mindig elengedjük. Jó, nem tudunk már annyi pénzért elfogadható autót kínálni, mint a kínai a Kínában, de akkor elengedjük a, tömege, a tömegmodelleket, de azért a presztízs az még mindig a Mercedes, meg az Audi, meg nem tudom mi. És így arra szódidnak apránként felfelé, és a kínaiak meg egyre magasabbra tudnak beleharapni, mert hogy egyszerűen egyre jobb termékeket Te tudnak. Ráadásul kínálni. most már Kínában minden második autó elektromos, amit eladnak, ami egy döbbenetes ahhoz képest, hogy Európa áll. És hát ahhoz képest, főleg ahogy Észak-Amerika, mert hogy Észak-Amerikában, bár ugye ott a Tesla, de azért az elektromos autózás annyira nem hasít. Hát nagy távolságok vannak Amerikában, meg ott még a pickup truckot nagyon olcsóbb meg lehet venni, nem kell adót fizetni a munkagépnek számít. Az egy külön misét megír, hogy Amerikában mennyi pickup truck folytat, hogy a Ford F150-et veszik, mint a cukrot, mint hogyha ingyen lenne. Még visszatérve Kínára egyébként, ugye sajnáljuk szegény európai gyártokat, hogy jaj szegények, és most jaj Kína, és most így nem adnak el Kínába már Mercedes, meg BMW-t, meg Volkswagen, de azt ne felejtsük el, hogy mi Európából a gyártok, oda mentünk Kínába, ó, oh, mekkora piac, billió eurókat kihúztak onnan a kínaiak zsebéből, és hegyekben adták az autókat. Az összes növekedés, ami volt az elmúlt húsz évben, az Kínának volt köszönhető. Mobiltelefonba, számítógépbe, autóba, mindenbe. És akkor így megint csak az van, hogy belekényelmesedtek a gyártók, hogy így nem látták jönni, hogy oda visszük a technológiát, felépítjük a gyárakat, kínaiak fognak benne dolgozni, ők építek föl, vajon mit fognak csinálni? Lemásolják, és ők fognak autókat csinálni. Ugye ebben a szempontból az is érdekes, hogy most Európa reagál a kínai autógyártók nyomulására, hogy védővámot akar kivetni a kínai Igen. autókra, ez ugye most konkrét döntés is, amiről tudunk beszélni. Miközben az a története ennek az együttműködésnek, Igen, az vagy ennek a két hogy hát Kínát azért elég rendesen levadázták ezek az európai jártók. Most visszajönne Kína, és Igen. hozna ide valamit. Igen, a, de addig mi kerestünk rajta pénzt, addig az jó az volt. Nem. Most, hogy ők akarnak pénzt keresni, az nem jó volt. Ezt az. meg tudja nyerni Európa, ezt a védővámmal vívott csatát a kínai te, te, Teljesen reménytelen. Tehát az a helyzet, hogy az összes igazán fontos kártya a kérdésben az, az Kína kezében van, hiszen az elektrifikáció nem, nem tud kérdés lenni, tehát tudom, hogy ez sok ember számára még mindig olyas valami, ami nem tűnik kézenfekvőnek, de ez azért van, mert az emberek igazából, akik számára ez nem kézenfekvő, azok nem ismerik kellő mélységében a témát. De az a helyzet, hogy a... Hát a kínai gagyit ismerik, tehát a, a A gagyit ismerik, boltból, meg a, ezeket a, meg, 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 a, a, téfiteket. Meg a téfiteket, amiket nagyon régóta súlykolnak nagyon sokan, de valójában az a helyzet, hogy ha most iszonyúan leegyszerűsítjük ezt az egészet, és minden mást elengedünk bőle, az elektromos hajtásmód egy annyival hatékonyabb dolog, mint amikor elégetünk valamilyen kőolaj származékot, hogy kb. harmadannyi energiára van hozzá szükség, bemenő energiára. Ráadásul az az egyharmad is, a, amennyiben elégetni kívánjuk, akkor azt ugye évről évre ki kell húzni a föld alól. És azt kínálnak is, vagy ki kéne szedni a saját földi aló, ha volna neki, de történetesen kőolajat, földgázt, ők is erősen importálni szoktak, tehát ez egy nagyon importigényes dolog, amiért pénzt kell kiadni, az elektromosságot nem csak így lehet megcsinálni. Tehát ilyenkor mindig előszakad, hogy jó, oh, mert a szélelőművek a szénből csináljuk, és milyen mocskos, de nem abból csináljuk. De nem abból csináljuk hogy az van, hogy Magyarországon 75% nem fosszilis a termelésben, és Magyarország ebből a szempontból azért ráadásul még csak nem is különösebben a szuperélvonal a világnak. Kínáról mindenki azt hiszi, hogy a szénerőművek termelnek mindent. Kína az egyetlen ország jelenleg, főleg már mint a nagy, a, a nagy országok közül, az ipari nagyhatalmak közül, ami úgy tűnik, hogy a, a, ezeket a tényleges klímacélokat, amiket ilyen elérhetetlen ábrántként a COP találkozókon meg adni, ők, na ők pályán vannak hozzá, hogy megcsinálják, annyi megújulót termelnek, vagy telepítenek egy évben, ami több, mint ami az egész világon lerakva van. Tehát nem, a, nem az, amit a világ De telepít utáros. abban az évben, hanem a világ lerakottjánál többet raknak le minden átkozott évben, és így egy ilyen exponenciális görbe mentén megy föl. Tehát az a helyzet náluk, hogy azt az energiamennyiséget, amivel velük közlekedni tudnak, azt ahelyett, hogy megvennék Mondjuk Oroszországból kőolaj formájában is elégetnék. Ahelyett megcsinálják be a napelőművet meg a szélerőművet, meg a vízi erőművet, és csukogatják majd be a pránként ezzel párhuzamosan a szélerőműveiket, és beletöltik a gépkocsikba, ahova eleve csak harmadannyi kell belőle, mint amennyi kőolajból, meg földgázból, meg hasonlóból kellett volna. És ez ezt az egészet eldönti örökre. Tehát felejtsük el a légszennyezést meg a mindenféléket, azok nagyon jó cuccok, és örülünk neki, mert egyébként véletlenül megnyerjük vele azt, hogy az elektromos autó csendesebb, meg nem jön ki a kipufogójából semmi, és ez szuper jó, de nem ez a lényeg, hanem az a lényeg, hogy harmadannyi energia, és az is ingyen keretkezik. Amennyire Na de minden. ha ingyen keretkezik, harmadannyi energia, és így tovább, és rengeteg Én. előnyét soroltátok eddig, miért ilyen pokoli drágák az elektromos autók? Miért nem lehet ezt olcsóban de... adni, amikor ugye azt is tudjuk, hogy jóval kevesebb alkatrész van egy elektromos autóban, mint egy hagyományos belső égésűben. De már nem olyan drága. Hát, hát az ha az most elkezdjük hát Ez az, az Opel, amit te említettél. Az drága. 20 millióért. Az drága. Hát egy Opel 20 millióért nem olcsó. Oké, de mondjuk 16 félért kapsz egy Tesla Model 3-at, amit otthon a napból tudsz tölteni, hogyha van napelemed, és a szerencséd a állami támogatással vetted, 16 ér már nem sok autót lehet kapni. Tehát olyan de teljesítményben, olyan méredben, nincs nincs, nincs, nincs nincs támogatás nélkül. Támogatással még akkor még olcsóbb, de hogyha bármilyen benzines autót nézünk, ami egy, egy hasonló tudású, mint egy Model 3, az annyiba kerül. Tehát most már így kezd paritásba Igazából inkább többen. Többe, tehát az, az a, a rövid válasz a kérdésedre, az, amit eltorzított fejhangon mondtam a beszélgetésünknek <laughs> egy korai szakaszában, hogy nem az van, hogy csak drágán lehet elektromos autót csinálni. Az van, hogy az európai gyártók csak drágán tudnak elektromos autót csinálni, ami ellen egyébként nagyon erősen próbálnának küzdeni szegények, csak nagyon nehéz dolguk van, de fognak kijönni apránként az elérhető bárú elektromos autók. Egyrészt az a helyzet, hogy az új autó a drága, tehát nem a villanyautó a drága, az új autó a rohadrága drága nekünk, amiből könnyű az elektromosat venni észre elsősorban, mert hogy azt tűnik újnak. És hogyha megnézzünk egy európai gyártó kínálatát, és ott összehasonlítjuk, hogy mennyiért adja mondjuk a Volkswagen a Golf méretű autót, és az ID3 méretű autót, és azt látjuk, hogy bakker, sokkal drágább az elektromos, tényleg, megnézzük mondjuk, mit tudom én a Stellantis kínálatából az Opelnél, hogy mennyiért lehet ne vásárolni egy égésű motoros korzát, meg egy elektromos korzát, és akkor is azt látjuk, hogy rohadt drága, de amikor nem ilyet nézünk, hanem azt nézzük, hogy mennyiért ad egyébként egy adott méretű és funkcionalitású autót például a Tesla, és ahhoz azt nézzük, amit az ki tudna váltani, tehát mondjuk egy Volkswagen Passattal vagy egy 3-as BMW-vel hasonlítunk össze egy Model 3-at, akkor kiderül, hogy a Model 3 nemhogy nem sokkal drágább, hanem igazából sokkal olcsóbb, mint amennyiért a hasonló képességű belső és motoros autó elő tudná állni, mert ahogy te is mondod, Tényleg úgy van. Valóban egyszerűbb, valóban könnyebb megcsinálni, semmi nem indokolja, hogy hosszú távon drágább legyen, hanem azt indokolja, mint hogy olcsóbb legyen. Egy drága része van az, az akkumulátor, aminek most már unásig tudja mindenki, hogy így szakadt le, meg tizedelődött az ára kb. az elmúlt néhány év során. És ez a tendencia is csak folytatódni látszik. Csak annyi van, hogy legyártani azt a fránya villanyautót, azt még mindig csak a Tesla tudja olcsón a nyugati nagygyártók közül, mert ők erre értenek hozzá, létre. és erre jött létre, és a kínaiak azokban a gyárakban, amik erre jöttek létre, a... ahol szintén ugyanez látszik, bocs, csak hogy visszatérek erre, mert ez tök fontos, hogy Kínában azért van az, amit te is mondtál, hogy most arra többségben vannak az elektrifikált autók, és még a tisztán elektromos autók azok nincsenek, azok ilyen egyharmad, 25-30 százalék körül vannak, de abban is egyre több van, azért, mert ők is ott már le tudják gyártani olcsóbban. Tehát az árparitás elérése és az átfordulása az a piacnyerésnek a nagy magyarázata. De akkor van itt egy trükk, és erre akartam visszakanyarodni, vagy áttérni az árak esetében, hogy van egy félelem attól, hogy hány éves akkumulátorral veszünk egy használt autót, és hogyha az az autó hat éves, akkor ú, mindjárt vége az akkumulátor üzemidejének, és akkor ingüngatják megy el az akkumulátor cserére. Ami ebben a formában nyilván nem igaz az a kérdés, hogy ki hogy használja. Mert egy városi használatra egy 20-30%-os állapotban lévő akkumulátor, ha naponta tudom tölteni, tehát rá tudom tenni mondjuk a napelemes töltésre, akkor az hibátlan, azt a távolságot meg fogja tenni. Tehát nem feltétlenül kell abból kiindulni, hogy azonnal akkumulátor csere, és rettegve nem megvenni olcsón az elektromos autót. Ha jól gondolom. Hát eleve 8 év gari van az akkumulátorokra, meg 160 ezer kilométer. Igen, de rögtön mindenki ugye azt számolja, hogy mi lesz a végén. Nyilván lehet nézni a degradációt, de ha fölmész a használt autópont ra akkor mit fogsz látni? Egy csomó elektromos autóval nem lehet messzire menni. Meg jaj, az akkumulátor három év alatt tönkre megy, ezek a tipikus tévitek. Mit fogsz találni? 8-10 éves teszlákat 2-300 ezer kilométerrel, amik tökéletesen futnak. 85-90 százalékos akkumulátorral, és ez a jövőben csak még jobb lesz. Tehát egyre jobb és jobb akkumulátorok jönnek, egyre nagyobb ciklusokkal, nem gyulladnak már ki, eddig se gyulladtak ki igazából. Azért ez jól hangzott. Nem degradál. Hát, mert, igen, mert ilyenkor mindig eszembe jut, hogy most majd akik nézik ezt a videót, már elkezdik készíteni a klaviatúrát, de kigyullad, de mert, és ez, és ez is ez, így jönnek ezek a hülyeségek. Meg megkapod majd a linkeket azokra a Tesla modellesekről, amik benne a negyedik akkumulátor cserélték ki, ami igaz, uh -huh. de az egy ezelőtt 12 uh -huh. évvel tervezett és gyártott autó a 12 évvel ezelőtti technikai színvonalon, és nem a Jelen technikai színvonalán. Ugye ebben az a nehézség, hogy jelen technikai színvonalát nagyon nehéz beaplikálni a tíz évvel ezelőtt gyártottban, mert nem komparibilis egy csomó minden? Ö, igen és nem. <coughs> Tehát ha most ha lásnánk, akkor nyilván az András is azt mondaná, meg én is azt mondanám, és mindig ezt is mondjuk, ha megkérdezik, hogy Model 3-at és Y-t szabad venni, használaton is, és a régebbieket, azokat mi nem javasoljuk, mert meg is lehet úszni, meg azok is egyre jobbak, az újabbak jobbak, de alapvetően ezek a biztonságosabb választások de megint muszáj visszakötni egy kicsit arra, hogy azt is meg kell nézni, hogy mi az alternatívája. Tehát, hogy valaki fél attól mondjuk, hogy megvegyen egy négy éves használt elektromos autót, mert aggódik, hogy az akkumulátorral mi történik, de ugyanaz az illető, nem aggódna megvenni mondjuk egy négy éves volt douszányz, kis turbomotoros autót. Egy jó dízelt. Vagy egy jó négy éves stb. dízelt. Nem, attól nem fél, de, mert az majd úgy elgurul. De nem, az, az az igazság, azt lehet hogy eszkábálni. nem. Ugye nem az akkumulátor lehet. feladja, nem. Az, várjatok, az akkumulátor feladja, annak vége. A dízelautót, azt elviszem a, a Pista bácsi, az egy csavarhúzóval valamit csak tükéletesen Tökéletesen megtestesíted a, a, az erről átlagos információkkal rendelkező hát hát felhasználó. Nekik tudom, azt hát csak azért mondom, én meg is dicsérlek érte, de ezek fontos elmondani, hogy ezek közül az állítások közül egyik sem igaz. Tehát nem igaz, hogy az akkumulátor javíthatatlan, eleve nem igaz, hogy tönkre megy, és nem igaz, hogy javíthatatlan. Most vannak, akik felújításra foglalkoznak itt Magyarországon is egyébként. Vannak, vannak, hogy könnyebben és vannak nehezebben javítható akkumulátorcsomagok, vannak tényleg a mai technológiával Hosszú távon megbízhatóan alacsony költségszinten nem javíthatónak tűnő akkumulátorok, de itt nagyon fontos, hogy ez a, ez, a, ez a jelen, és ezekben az a közös, hogy ezek az aksik viszont nem romlanak el lényegében soha. Tehát ott arról beszélünk, hogy van egy autó, amiben van egy nagyértékű nagy cucc, amiről azt tudjuk, hogy a statisztikák alapján úgy tűnik, hogy valójában igazából nem romlik el. És ehhez képest a belső égésű motoros autóikról pontosan tudjuk, hogy nemhogy elromlik, tehát ha az elromlásnak a nem tervezett meghibásodást tekintjük, és nagyvonalúan elintézzük, hogy amikor csak kuplungot cserélünk benne, az természetes, hiszen az egy ilyen kopófogyó alkatrész, hogy állandóan fékbetéteket cserélünk, féktárcsát, az tök, tök természetes, hát ez része ennek az egésznek, hogy olajat cserélünk benne, 5, hát 6, 7, kell. 8 literenként a motorban, mert kell, a váltóban, mert kell, a differenciálműben, mert kell, és egyébként, ja, hát igen, mindegyikben tönkre megy a részecske az nem probléma, mert azt kiüttetjük, hiszen kit érdekel, hogy milyen kiből le igazából. Az a fontos, hogy hát, hogy ne dobjon hibakódot az autó, meg működjön. Hogy a kipufogó gáz hogy az ott az esetben kigyullad a BMW-ben, az kit érdekel, azt kiszedjük előre. Hogy legyen az őrvénycsapanyt út a JTD vagy kiütjük. a BMW, azt kiszedjük jó előre, az kit érdekel. És hogy valójában ezek az autók igazából ugyanúgy iszonyatos költségek árán fenntarthatóak csak. Tehát csak most nem arra... egy összegben kapod a költséget. De hogy, ebbe, ó, hát ez de az, hogy nem, hű, de nem. De hogyha a kuplugot kell cserélni, az nem ugyanaz, mintha a kumulátort. Hát vagy Tehát, egy hogy jó váltó, egy jó az, az De áram, amikor egy a DSG váltó tönkre megy, és fel kell csináltatni, sok, amikor millió egy blú tartályra kapsz ajá, ajánlatot a szervízből, hogy 1,3 millió forintért kicserélik neked, mi az ördög. És ilyenekből csak a mi szerkesztőségünkben minden nap esnek be ezek az elképzelhetet, Annyira rohadrága lett egy relatíve modern hagyományos autónak a fenntartása, hogy ahhoz képest valójában az, hogy az elektromossal mennyivel kevesebb dolog tud történni, az már nagyon megnyugtató. És az Aksival az a helyzet, hogy azt se felejtsük el, hogy ha azt mondjuk, hogy az elmúlt 15 év alatt kb. a hetedére vagy tizedére esett a fajlagos költség az akkumulátoroknak, nincs okunk azt feltételezni, hogy ez a folyamat hételen megáll, vagy megszűnik. Sőt. Tehát, ha ki most megvesz egy autót, az 10 év múlva lesz 10 éves. 10 év múlva nem 4 millió forintba fog kerülni hozzá az új akkumulátor. Az csak jó, 10 év múlva nem ennyibe kerülne egy elektromos autó. Nem fog. Ti rendszeresen teszteltek olyan elektromos autókat, amelyek okkalok nélkül majd megmondjátok, hogy ti mit gondoltok erről, de nagyon sokak szemét szúrják ezek a zöld rendszámos sok 10 millió forintos hatalmas batárok, amik hát nyilván nem azt a funkciót látják el, amire épültek a, a tervező szemével, agyával, de lehet, hogy pont azt. Tehát, hogy a messziről, hogy ez egy iszonyatosan drága, nagy, egyszerű vagy terepjáró képességekkel rendelkező zöld rendszámos, hatalmas elektromos autó. De amikor bennültök egy ilyenben, az egyrészt valószínűleg baromi felemelő lehet, mert magasan is ültök, meg, meg hát ezek jók, nyilván. Én, én, nem szeretem. De közben... Én, én, én nem szeretem az SUV-ket, most ültem Gamercibe, az új elektromos Gamercibe, gyűlöltem az egészet, mert ezek, ezek tényleg nem annyira zöldek, hogyha csak azt a részét nézzük, hogy a gyártása mennyi széndiokszid kibocsátása jár. De én mindig azt szoktam visszaérni, hogyha ezt kommentből aki felteszi, hogy Oké, okay, válasz. Megvegye a V8-as AMG mercedes és égesen el vele 16 ezer liter benzint, vagy megvegye az elektromost, és égesse el a napból érkező energiát, akkor én mindig az utóbbit fogom választani, mert hogyha az egész életét nézzük egy elektromos autónak, és ugyanazt a kategóriát nézzük, tehát benzines gémerci, elektromos gémerci, akkor az élete során az elektromos kevesebbet fog szennyezni, a városban pedig nullát. Tehát, hogyha itt fog állni a dugóba, és itt csak elektromos autók állnak majd a Budapesten a dugóba, azok nem fognak szennyezni semmit. zéró. A városon kívül valamennyi, persze még a napelemmel termeljük akkor is, de alapvetően én, én, azt gondolom, hogy, hogy nincs más út. Tehát, hogy tényleg, hogyha még mindig itt tartunk, hogy de jaj, mert a nem tudom, mekkora SUV zöld rendszám az nem zöld, de ez zöld, de nem, nem, zöld, tehát hogy az a zöld, hogyha nem veszünk autót, és gyalogjárunk, vagy egy barlangba költözünk, az tökre zöld tehát semmilyen autó nem lesz zöld, de az elektromos tud zöldebb lenni. Ha Azt kell osz. megvizsgálni, amit kivált. Tehát Igen. a, a 2,2 tonnás... Mert aki ebben ül, az úgyis Így ül, van, a 2,2 tonnás elektromos szépen. luxus telepjáró, az nem a kisember, józan, kisfogyasztású, egyliteres motorral szerelt városi autóját váltja ki, nem is annyiba kerül, nem oda van árazva, nem az a dolga, hanem az ugyanúgy két és fél tonnás, belső égésű motorral szerelt, luxus -telepjárót váltja ki arra van, a helyet veszik, amellé van árazva. Tehát azt mondani, hogy de hát ez milyen szánalmas már, hogy ilyenekkel akarjuk megmenteni a világot, nem akarja megmenteni a világot senki. Tehát a Porsche mondjuk, amikor gyárt egy ez a legnagyobb elektromos baj talán, a... de ez most egy másik de, de nem azért, amiről beszéltünk. Az korábban, nem azért Nem léteznek, arra kapja persze. a fizetését, hogy mentse meg a világot. Arra kapja a fizetését, hogy olyan terméket állítson, amit megvesznek, annyi pénzért is, amin nyeresége van. És nyilván onnan kezdi, hogy először, ha van egy új technológia, amit drágán tudok gyártani, akkor azt a lehető legdrágább autómba próbálom beleépíteni, hiszen azon keresem vissza. Ez mindig így volt, ezért mit tudom én, aki szereti a Merciket, és ismeri a Merci történetét régről, tudja, hogy mindig az s voltak a legmedőbb kütyük, azért, mert az s volt a legdrágább, annak az ára bírja el hogy a legdrágább technológia legyen benne, az ABS-től kezdve a korai légzsákokon át ég, amit most teljesen természetesnek veszünk. Ugyanezt történik, amikor az új hajtásmódval, ami még drága, beletesszük először a drága autóba, mert annak az árése jobban elbírja. Nem azért, mert megmenteni akarjuk a világot, nem akarja megmenteni a világot senki, pénzt akar keresni, az elektromos geosztályon ugyanannyi pénzt szeretne keresni a Mercedes, mint hogyha az AMG G63 AMG-t adta volna el mellé. És az ebben a formában lehetséges. És aztán az úgy csapódik le abban az emberben leginkább, akinek egyikre sincs pénze ezek közül, hogy rohadjon meg már, hogy mi a rohad drágán adják ezt az zöldre számos és ezt akarják ráerőltetni az emberekre, és nincsen ez így. Az em... Jó. A másik kérdés. Akinek van családi háza, és szerencséje van, mert van a tetőn napelem, annak az egyszerű és megoldott. A város ez kifejezetten nehézkes még most is, és vannak olyan területek, ahol alig van töltő, vannak sűrűbben telepített részek. Ahol nincs töltő, ott ez egy kínszenvedés, az elektromos autózás. Ezzel talán ti is egyetértetek. Ez így van. Én mindenkinek azt mondom, most még, hogy aki nem tud otthon tölteni, az ne elektromos autót szerintem, vagy ha mégis úgy dönt, akkor azt nagyon találja ki, hogy neki az miért jó, de azért azt látni kell, hogy ha csak azok vennének elektromos autót, akik családi házba raknak és tudnak otthon tölteni, nem, nem kell napelem, mert napelem nélkül is sokkal jobb az elektromos autónak a, a töltése a szennyezés szempontjából, Igen. meg minden szempontból, ár, pénz szempontjából is. Szóval csak azok vennének, akik családi házban élnek, én nagyon boldog ember lennék. És még nagyon-nagyon messze vagyunk attól Magyarországon, azt hiszem az embereknek a 60 százaléka akik családi házban. Ez így soknak tűnik, de hogy nagyon-nagyon sokan családi házban laknak. Hogy a városban mi lesz erre a megoldás, azt a Norvégiában megmutatták, mert ott most már az eladott autó 90 a kb. elektromos, tehát ott tényleg már nem adnak el benzines meg dízelautót, és egyszerűen leraktak egy csomó töltőt. Ez ilyen egyszerű, lassú töltőket le kell rakni a lakótelepbe 2,3 kilovattos töltőket, este bedugják rá az autót, igazából egy elektromos autót heti egyszer elég tölteni. Hát Manus. egy városi forgalomban, igen. napi 20 Ezért mondják sokan azt, hogy igazából városban való. Én De én nem, való nem való már városban, egyet. mert már mindenhol van. Én, én a saját ráadásom 5 évesen használtan vásárolt elektromos autómmal, bejártam a családdal Európának. Ez egy ez elég egy jelentős embert, részét. Mert nem, tautó, de tautó. az a lényeg, <gül> hogy <gül> egyszerű. tök egyszerű. Igen. Tehát, hogy te végtelen, nincs, nincs, benne semmi különösebben bonyolult. Az a fontos, hogy nem, tehát ha valaki az elektromos autó kínálat legalját tudja jelenleg megengedni magának, mert arra van pénze, az nyilván sokkal több kompromisszummal jár. Tehát nem szabad ezekről a dolgokról hazudni, azért, mert onnan indult, hogy ez egy nagyon drága technika volt, Úgyhogy még mindig az a helyzet, hogy akinek 1-2 millió forintja van autóra, annak nem jó megoldás az elektromos autó, amennyiben általános autózási célokra szeretné használni, és az lenne az autója. azt tök oké. Okay. Amikor arról van szó, hogy valaki 8 millió forint környékétől fölfelé kezd el autót nézegetni, ott már tökre van annyi pénzért, már nagyon bőven talál olyan elektromos autót, ami igenis kiszolgálja egy átlagos embernek az összes elvárását, és ahogy megyünk följebb, ez még inkább el el eltart a végtelenbe gyakorlatilag, ahol így nem lehet azt mondani, hogy ezek kompromisszumok lennének már nagyon, pláne nem, hogyha megnézzük azt is, hogy mennyi pozitív része is van közben. És a töltésre röviden visszakanyarodva, tényleg az, azzal találkozunk sokszor, hogy az az emberek fantáziája, hogy bakker ezeket mindig tölteni kell. De hát egy, ha maradunk... Maradjunk a rendszeresen. Olyan rendszeresen, amilyen rendszeresen tankolni Én. kell egy autó, Tehát egy mostani, modern, normális, átlagos elektromos autó az négy... 800 km közötti VLTP hatótáv jön ki, ugye nagyon drágák vannak így a 700 fölött mostanra, már ugye van Tesla Model 3 Long Range, pont most beszélgettünk róla, hogy az tegnap került fel a zárlistára, amivel az van, hogy az 700 valahány kilométeres de legyen 400, VLTP legyen hatótáv, 400. de ha csak egy 400 at nézünk is, hát egy -e hány, hány, nap alatt megy egy átlagember? Kiszámolom, osztva 24 en 16 naponta kell tölteni egy ilyen autót. 24 kilométert megy az átlag magyar. Hát havi két tankolás. Ez az hát átlag nem. magyar tankolása. Hogy ez kb. ugyanez, és igen, igazad van abban, hogy ez sok helyen nem megoldott, az Andrásnak 100 igaza van abban, hogy aki, ne, aki nem tudja a lakóhelye környékén a jelen Magyarországán megoldani, annak igazából megéri kivárni még ezzel, mert nagyon erősen neki dolgozik az idő. Egyre jobb autók lesznek, egyre olcsóbban, egyre megoldottabb lesz az infrastruktúra, itt tök jó stratégiai döntés ezen a ponton kibárni, ha valakinek egyébként nem sűrűs az autócsere. De nagyon fontos fejben tartani, hogy azért akárhol van valaki jelenleg a Földön, Magyarországon is, de bárhol máshol, egész biztos, hogy közelebb van hozzá jelenleg áram, mint benzin. Biztos. Ugye? Hát áram kb. mindenhol van, most és most 600 forint a liter benzin most látom, az, és az, az az áram, ami ott van mindenhol, a 230-as konnektor szintű áram, azzal olyan kényelmesen föl lehet tölteni egy autót egy este. Tehát hogy nem abból kell kiindulni, hogy itt gigavattoknak kell ömleni az autótöltéshez. Egy olyan konnektor, amiből vasalni lehet odahaza, vagy vizet forralni a teához, abból szuperül fel lehet tölteni egy elektromos autót, ameddig a család alszik. Sőt, bocs, mondok, Mondjuk azt... ezt a harmadik emeletről egy nagyon hosszú hosszabbító. De, van de, a, de a harmadik paró, emeletre úgy megy. Hogy hiszen hát ez a kérdés a városnak hozzá. De a harmadik emeletre valahonnan érkezik az áram, és onnan. Akár eljuthat egy olyan pontjára is, a néhány méterrel a Lehet megdumálni. Az oszlopok azok bárhol elhelyezhetőek, és akkor ott így majd be lehet dugni, ahogy ezt egyébként megoldották. Kopenhágában, Norvégiában, mindenfelé, Londonban nagyon sok helyen, és még nagyon sok helyen meg fogják oldani szintén. De mondok jobbat, hogy igazából az áram problémára az elektromos autó lesz a megoldás. Hogyha mindenkinek elektromos autója lenne, akkor hidd el, hogy Norvégiában már megy a Björnnel, beszélgettem az egyik sajtóúton, egy nagyon híres ilyen norvégi youtuber, és így mindent is tesztelt már ezer éve, és náluk már az van, hogy amikor mínuszba megy az áram, és rá van dugva a töltőre az autó, akkor az autó barakja az áramot, és fizetnek azért a szolgáltató, hogy feltöltsed az autódat. Fizetnek érte, tehát konkrétan ő pénzt kap, nem sokat, de hogyha rá van dugva az autó napközben a töltőre, akkor ő pénzt kap, mert éppen negatív van az áram, és nem éri meg. Ezt sokszor mondtam, Magyarországon, mert éppen párnapos hír, hogy egyre gyakrabban megy mínuszba az áram már Magyarországon. Ez, napközben. ez itt is egy probléma. Úgyhogy ez egy, ez, ez egy ez konkrét probléma. Gondolat. Ez mindenhol lesz, és mindenki tudja, hogy a megoldás az az, hogyha minél több akkumulátor van a hálózatra kapcsolva, aminek az egyik lehetséges módja, ami történik is egyébként, hogy írtózatos sebességgel települnek a világban ezek a hatalmas, nagyipari méretű áramtárolók, aminek pont ez a lényege, hogy megeszi az áramot, amikor ingyen van, vagy akár fizetnek érte, és visszaadja a hálózatnak, amikor csúcsterhelés van, és hogy valójában az összes elektromos autó az ilyen. Tehát az elektromos autók azok önjáró akkumulátorok, amiknek semmiféle műszaki akadálya nincsen, hogy ne tudják megenni az áramot, amikor olcsó vagy még fizetnek is érte, és ne tudna visszaadni belőle. Az autók egy részében eleve benne is van már ez a képesség, mert ö, úgy gyártották le őket, az autók egy részé még nem úgy gyártották le, mert a hálózatok meg az elszámolási rendszerek azok általában nem érték még ezt utol a világ legtöbb pontján. Van már egy-két olyan része, ahol igen, de nem ez volt eddig a jellemző. És Kíváncsi vagyok, hogy Magyarország ennek a, ahogy is mondjam, administratív átmenetnek mennyire lesz majd az élharcos, hogy nálunk mennyire sikerül lekövetni a piac ilyen típusú változásait. De mindig azt érdemes megnézni, hogy mi az, ami a logikával a leginkább találkozik. Mert előbb-utóbb a logikailag értelmesnek tűnő irány felé gravitálnak a dolgok. Az, hogy állami támogatás kerül a autóvásárlásban, ugye az elektromos autóknak most is van egy a cégeket célzó állami támogatása, és a hírek szerint éppen friss natolgatja a kormány, 2025-re a családok is kaphatnak ilyet, úgy mint a nagy családos családos autókedvezmény volt két-három évvel ezelőtt, négy évvel ezelőtt talán. Szóval ezt ti támogatjátok, ezzel egyetértetek, hogy ilyen módon terjedjen az elektrifikáció az autóiparban? Én nem hiszek az ilyen fajta támogatásokban, egyrészt mert beleépítik az árakba a gyártók, másrészt torzítja a piacot, és a harmadrészt nincsen korlátlan pénz, tehát ezek előbb utóbb megállnak, akkor a beragadnak a készletek, tehát hogy inkább több macra van ezzel. Én sokkal jobban örülnék a töltőtelepítésekre, tölt, költenék ezt a lóvét. Arra is költik, hál' Istennek, most Magyarországon, de én mióta elektromos autózok, ahhoz képest volt egy időszak, amikor nagyon sok töltő lett az országban, és utána megállt. Tehát ez a tízzer darab töltőnél, vagy ezer darabnál, ezer darab van Magyarországon, nem, ezer töltő volt Magyarországon, tízezer sok lenne, és ott, ott megállt. És hogy igazából az elektromos autók száma meg borzalmasan megnőtt. Amikor én kezdtem, akkor volt pár ezer autó, most meg van 50 ezer fölött van már az elektromos autók száma, hogy én inkább infrastruktúrára fordítanám ezt a, ezt a, pénzt, mert, mert az, hogyha adunk támogatást két milliót egy autóra, ezt a gyártó bele fogja építeni a zárva. Ahogy egyébként ez Németországban meg is történt, illetve aztán Németországból hozta mindenki Magyarországra az ottani támogatással ellátott autókat, tehát a németeknek került pénzbe, hogy a magyar jó Há, járni. bár az áfár visszakeresték ezeket. Igen, igen de, de ezek nem feltétlenül jók szerintem. A, ami, ami, jó lenne, az az, amit a norvégok csináltak, hogy nem adunk támogatást nagyon az elektromos autókra, adtak picit, de inkább azt csinálták, hogy ha benzinest veszel, vagy dízelt, drága autót, mondjuk egy M3-as vagy M4-es BMW-t, megveheted, semmi probléma, dupla annyit fogsz fizetni, 100% adó. És akkor az emberek azt mondták, hogy akkor veszek Teslát, mert egyszerűen olcsóbban jött ki. És Norvégia azt mondta, hogy oké, okay, mi át akarunk állni elektromos autókra, mert van csomó erőművünk, vízerőmű, ingyen van gyakorlatilag az áramszinte, zöld, tiszta országot akarunk, és nem támogatást adtak az elektromos autókra, hanem megbüntették a Egy dolog van, nem beszéltünk a hibridekről, ami egy ilyen furcsa átmenet no egyet fejlődés során, mert még egy kicsit olyan, de már egy kicsit ilyen is. Amolyan igazi városi autónak mondják sokan, mert hogyha városba kell, akkor ott lehetne elektromos, és ha messze kell menni, akkor ott van a benzin vagy a dízel. Igen. Egyikünk se hisz benne, szerintem. Én, én, én csak annyit javasolnék mindenkinek, aki ezen gondolkodik, hogy képzelje maga elé egy nagyon hosszú, egy ilyen régen a leporálóra lehetett nyomtatni a nyomtatókból, és ilyen így végtelen hosszúságú papírok lehetnek, hogy képzelj el, hogy egy ilyen végtelen hosszúságú papíra kinyomtatja az összes alkatrészét egy belső égésű motoros autónak. Aztán képzelje, hogy kinyomtatja egy nagyon hosszú leporálóra az összes alkatrészét egy elektromos autónak, látni fogja, hogy ez utóbbi egy lényegesen rövidebb lista, de azért ez is egy elég hosszú lista, és akkor most képzelje maga elé a plug-in hibridet, amihez össze kell ragasztani ezt a kettőt. És gondolja végig, hogy az összességében egy jó vagy egy rossz termékbenyomását kelti majd hosszú távon, amikor ezek a dolgok elkezdenek apránként elpusztulni. Szóval ilyen szempontból nem. Tehát én használt autóként nagyon óvatosságra intenék mindenkit, ezek szerintem nagyon rosszul fognak öregedni, ezek az autók, akkor is, ha újkorúban egyébként jók. És ezt leszámítva, ha csak megoldásként, tehát ha abból indulunk, hogy nem romlik el soha. Hmm akkor megoldásként rohadt jó tud lenni, főleg azok a nagyon nagy hatótávolságú plug-in hibridek, amiket mondjuk Kínában gyártanak mostanra, ahol az a standard, hogy, hogy bőven több száz kilométerre elegendő akkumulátoros hatótáv is van, tehát nem az van, hogy ilyen himi-humi 50 kilométert el lehet vele hanem több száz kilométernyi aksi van benne, mert annyira nem drága már az aksi, hogy igazából azt is elbírja az autó költségvetése, hogyha nem 10 kW óránnyi aksi van benne, hanem mondjuk 40. És emellé van még benne a hagyományos hajtáslánc, és akkor ilyen egészen vicces 1500 meg 2000 kilométeres összhatótávok tudnak kijönni. Ami hát Kínában nem butaság, mert ott van akkor a távolság. Meg van hát, ott is, azért úgy van, hogy hiába a fantasztikus a nagyvárosi infrastruktúra, de ott is az van, hogy a nagyvároson kívül azért már nem, nem jó az infrastruktúra. Még annyit hadd szúrjak oda ahhoz, amit az mondott, mert szerintem ez egy rohadt fontos kérdés a, a támogatósdi, hogy azért kellett támogatni eleinte ezt, és helyes is volt támogatni régen, mert különben a tyúk vagy a tojás dilemmát nem lehet feloldani. Tehát amíg nincs elektromos autó, addig nincs miért infrastruktúrát fejleszteni, mert soha nem hozza vissza az árát, amíg nincs infrastruktúra, addig nem vesznek az emberek elektromos autót, mert hol fogom bedugni. Ezt úgy, hogy így alá kellett ennek nyúlni, hogy egyszer az életképességi szintet elérje, de utána majd a piac ezt a részét meg tudja oldani. Ha azért akarunk pénzt adni, mert azt akarjuk, hogy összességében kevesebb széndiokszid és egyéb mocsok kerüljön a levegőbe, mert ugye hivatalosan ilyen okokkal szokták ezt támogatni, akkor például sokkal, 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 sokkal inkább megérni azt támogatni, hogy az emberek azok mondjuk, ha maradunk az elektrifikációnál, mondjuk hőszivattyúkat tudjanak telepíteni a központi fűtésüknek a kiváltására, és vagy szigetelést. Tehát, hogy ne a az orosz gázt kelljen elégetni a kinek, kinek, a saját cirkójában ahhoz, hogy ne fázont télen, hanem például elektromosan hőszivattyúval, ahol pontosan ugyanaz, amit mondtam, ugye az autónál kb. harmadannyi energia a, a, akkor, hogyha elektromosan közlekedünk, ez még ennél is nagyobb a hőszivattyúnál, mert az egyszerűen fizikailag más elven működik, és ezen keresztül még valójában ennél is nagyobb hatásfokbeli különbség van. És ugyanúgy igaz rá, hogy az az áram is meg tud keletkezni a világban nagyon tisztán és ezért valójában, ha most forintra nézzük, hogy valahány elköltött millió forintból mennyi széndiokszidot meg mocskot takarítottunk meg, mert nem csak a széndiokszid, hanem neked, mint csobánkai lakosnak azért, hát rendesen meg lehet fulladni, a, a, főleg a fával tüzelés mellett, ugye nyilván fával, meg szeméttel, meg mindennel. Tehát, hogy az, az valójában egy sokkal hatékonyabb módja volna az ilyen típusú pénzek elköltésének. Az Egyet autózás értem. most már tartott, hogy az meg fogja oldani, és saját magának. Tehát nincs már tyúk vagy tojás dilemma, hanem az most már a piac rendezi. Kíváncsi voltam, hogy két olyan szakember, aki elkötelezett az elektromos autózás mellett, tud-e saját elkötelezettségével szemben valamit felhozni érvként, hogy igen, de! de hát nagyon meggyőzőek voltatok őszintén, szóval a hiteteket valószínűleg a tapasztalatotok erősen megtámasztja. Ezek jó autók már? Találtok olyat az elektromos autók között, amire Vannak azt mondjátok, jók. hogy wow, de jó Vannak volt vezetni. Jók. Igen. Most, most pont voltunk egy ilyen úton, ahol a Renault-öst vezettük, és zseniális autó volt, imádtuk szerintem mind a ketten a hibái, voltak hibái, olyan francia dolgok, sok-sok kapcsoló, meg gomb, meg minden karlantyú, de minden... A franciás ah, autó kicsit, Igen, igen, sok kezelőszer volt kicsit, de meg nem volt P rajta, tehát ezt igen. nem is értem. De maga az autó nagyon-nagyon kéne, ott a Tesla, azért van ott egy Porsche Taycan, ott egy Hyundai Ioniq 5N, ami nekem az egyik kedvenc autó most, mert elképesztően jó lett, és ott van virtuális váltó, meg virtuális hang, és iszonyatosan jó vezetni, tehát hogy megvan virtuális az a Virtuális váltó és hang, tehát olyan, mintha autó egy, lenne. mindegy, ha Aha. olyan érzést az agyam azt kiváltja, én a szimulátorban is nagyon élvezek vezetni, én naponta, hogyha van időm, akkor van, hogy órákat megyek szimulátorba, vr és, és, és nincs benzinszag, meg nem egy autóban ülök, hanem csak egy szimulált valóságban, de igazából még nagyobb élmény, mint dobókörre fölmenni a elromlott utakon és mások életét veszélyeztetni, mert koptad a gumikat. Szóval én azt gondolom, hogy vannak jó autók, és lesznek is nagyon jó autók, meg vannak nagyon rosszak is, sajnos. De, de ez benzinesben is igaz. Egyébként ez az, ez az izgalmas része, hogy Ugye Andrásnak tapasztalatainak a nagyobbik része elektromossal van, és általában, ha mégis beleülsz valamilyen nem elektromosba, az valami nagyon izgalmas, erős, valamiért érdekes. Nálunk a szerkesztőségben minden megfordul, tehát a legaljától a legtetejéig, minden mindegy, hogy mi hajtja, az előbb-utóbb a totálkárnál fel szokott bukkanni. És az az igazság, hogy vannak nagyon jó elektromos autók, vannak elég rossz, főleg árérték arányát tekintve elég rossznak mondható rossz autók. autók. Igen, mm. abszolút, tehát az, ott, ott, ott vannak elég nagy drámák. És vannak elég rossz belsőgésű motoros autók is mostanra, amik nagyon komplikáltan próbálják valahogy megoldani mondjuk azt, hogy ne fogyasszanak sokat, és tudjuk, hogy nagyon sok baj lesz velük idővel nem a hajtás módon múlik igazán. Tehát, hogy el, el nem lehet azt mondani, hogy ha elektromos, az biztosan jó, vagy biztosan rossz, és ugyanezt nem lehet elmondani most már a dízerre, meg a benzinesre, meg semmire se. hanem az látszik, hogy, hogy vannak nagyon jó autók, és mostanra eh, nem kell ahhoz eh, ilyen beborult zöldnek lenni, hogy valaki találjon magának olyan elektromos autót, amit őszintén élvezni tud a mindennapokban. Tehát én Nálam tényleg kevesen szeretik jobban a belső és a motoros autókat. Tehát nekem versenyautóm volt és van, és lesz is. És nem elektromos, és nem is akarom, hogy az legyen. És veteránautóm is. És, és mindegy, nem akarom ezt hosszabb bizonyítani. Az a lényeg, hogy hobbitárgyként, meg alkalmi felhasználási örömforrásként, nincs annyira jó, egyszerűen nincs annyi, annyiféle idegszálunkat, annyira izgalmas ingerekkel bizsergető elektromos autó, mint amilyen a belső égésben lenni tudott, nincs egyszerűen, mert kevesebb dolog van. Mit tudom, itt van mondjuk a mechanikus sebességváltó rögtön. Az én anyukámat, ha megkérdeznénk erről, azt mondaná, hogy ez egy szörnyű átok, és milyen jó megszabadulni tőle. De ha engem kérdeznének meg tőle, és azt felajánlanák, hogy, hogy vezethetek egy versenyautót mechanikus sebességváltó nélkül, akkor az olyan érzés nekem, mintha nem tudom, egy zongoristának felejállanák, hogy zongorázhat a pedálok használata nélkül. Hogy ő nem azt mondaná, hogy jaj, de jó, nem kell használni a pedálokat, hanem azt mondaná, hogy de hát bakker, hát, akkor akkor nem, nem úgy fog engedni az szóval a zongora. Hát az kell, igen. igen. Vagy hogy gitározhatnék a anélkül, hogy lekéne kéne fognom a bundokat. Hát nagyon köszönöm, de bakker, én, én nekem ezt nem is mindegy. Nem, egy nem. akusztikus vagy elektromos gitár, itt csak ennyi a kérdés. Ja, igen. Ö, szóval nem, nem, tehát ilyen értelemben élményben nyilván nem fogják ugyanazt adni, de muszáj visszahúznunk ilyenkor mindig a fókuszt a létező közlekedésre és az a közlekedés. Tehát nem a nagybetűs autózást csináljuk minden nap, hanem a rohadást a dugóban csináljuk minden nap, és abban nem, hogy hozzámérhető színvonalú az elektromos autóban a rohadása, a belső égési motoroshoz, hanem kifejezhetetlenül annyival sokkal jobb, hogyha az ember akár csak néhány hétig csinálja, és utána ez szinte mindegy, tehát a legolcsóbb, legegyszerűbb villanyagokról és utána belül egy bármilyen drága, bármilyen normálisba, és csak pusztán attól, hogy beindul, meghallja a hangját, megérzi egy kicsit a szagát, Igen. és arra fog gondolni, hogy e ez nagyon romi, de igazából nem itt tartunk de már. Vagy ez már, már nem itt tartunk. Na jó, de hát gondolom a szimulátorban te elektromos autót lesz. azzal is megyünk, de ott leginkább nem. Tehát Na, ott a Porsche 911 GTR-re megyek leginkább. <laughs> Na, hát szerencsére az még nem elektromos. De azt nem tudjuk megölni. Tehát az utcákon nem ezt látjuk. Ott a downsizing volt egy uh, as ilyen három-négy turbós hülyeségeket látjuk. Nem megy. Amikor beülök egy taxiba, akkor nekem az, hogy csak oh, ki, nem bírom meg. Meg amikor vannak ezek a hibridek, amik olyan Hüde jók, és ugyanúgy megeszi az öt litert egyébként, és ilyen bolygóművek táncolnak benne, és így felpörög, és így váltsá ebben nincs is olyan váltó, és így nekem az kínszenvedés már. Mert... Tehát én azért kezdtem el elektromos autózni, mert én is imádom a V8-ast, meg a V12-t is, meg minden ilyen állatságot, és én is imádnék egy Porsche 911 GT3-mal versenyezni, spában vagy akár. Tehát imádnám ezeket, de és, és voltak is nagyon erős benzines autóim, és nagyon szeretem a lóerőket is, de akkor lett elegem belőle, amikor így azt láttam, hogy ezeknek így vége, ezek eltűnnek a szabályozások, meg, meg, meg amiatt, hogy iszonyatosan drágák és beleültem egy elektromos autóba, és azt mondtam, hogy ez a jövő, és ez annyival sok mindenben jobb, hogy ezért el tudom felejteni azt, hogy nincsen ilyen csattanása a váltanak, nincs is benne váltó, és hogy régen, amikor azt néztük, hogy hogyan klatjan a váltógomba gomba kormányon, vagy, vagy, a, igen, vagy a rekeszbe, hogyan csúszik be, meg a kuplung, és hogy vezettem én is m 5 mert igen, de hogy most nem ezt érzem, hanem arra gondolok, hogy de jó, hogy nem rezonál, nem hallgatom, hogy úristen csörögnek a szerepek, valami baja van az autómnak, hanem nincs ilyen, ez így nincs, ez mind elmúlik, ott a végtelen nyomaték mindig, nem kell váltani, nem kell gondolkozni, hogy ha most előzni akarok majd, amikor majd nem jönnek szembe, akkor a hanyadik sebességbe tegyem, ez nincs, lepadlózom és megy. És hogy én ezeket nézem, és hogy apukám mondta egyszer, amikor nagyon szerelmes voltam, és kidobott a csajom, mert egy segfej voltam, és ott nagyon sapánkodtam, hogy nem találok még egy olyan jót, akkor mondta apám, hogy ne így nézd, hogy ugyanolyan jót találjál, vagy jobbat, hanem hogy lesz másik barátnőd, és ez nem ugyanolyan lesz, mint a régi, hanem, és nem jobb, hanem más. És hogy, hogy, azt kell látni, hogy egy elektromos autó nem lesz egy csomó minden sosem olyan jó, mint egy benzines vagy dízel autó. dízelt azt hagyjuk is, mert ez nekem semmi nem jobb. Max a fogyasztásban. Tehát sosem lesz ugyanolyan, hanem más lesz. Legyen ez a végszó, nem tudom, megvannak egy győzve a kedves nézők, de majd döntenek, úgyis előbb-utóbb döntenünk kell, mert a világ e felé halad, és az egy éles döntés lesz, ha nem 2035-ben, akkor majd egyszer. Karotta, H. András, köszönöm. Köszönjük. Köszönöm. Köszönöm. köszönöm a figyelmüket, jövünk egy hét múlva is a konkrétabb műsorába. Viszontlátásra.